Rávid Ferenccel beszélgetünk, a Kékpont Alapítvány munkatársával, az új pszichoaktív szerekről, és arról, mi a helyzet Magyarországon a biofűvel és a különböző szintetikus drogokkal. És rögtön azt kérdezném, hogy foglald össze, légy szíves, hogy hogy alakult Magyarországon ezeknek a szereknek a használata, és mit tapasztalsz most? Hát ugye maga a nagy designer drog robbanás az észlelésnek az éve, amikor ilyen, tényleg ilyen katasztrofális robbanást látunk, az 2010 nyara, ekkor bukkan föl a mefedron nevű szer, amelyik aztán később ugye a Kati néven futott be óriási karriert, és hát érintette az injekciószer használatot, tehát azokat, akik lövik a különböző drogokat, illetve hát nagyon markánsan érintette az elektronikus zenei színtereket, ez a hajógyári szigeteknek a dübörgő időszaka, ami azt is jelenti, hogy ez a színtér alkalmas volt rajta, hogy ez a tágulás ez valóban robbanásszerű legyen. Az azt követő éveket ennek ismeretében kell vizsgálnunk, ami azt is jelenti, hogy szinte teljes egészében átalakult a kábítószerpiac, és hát mostanra a felénél több rész szakít ki a fekete piacból az úgynevezett designer szereknek az összessége. Ugye ezek a designer drogok, ezek bizonyos szempontból reflexiók a szabályozásra, és hát alapvetően azért azt gondolom, az agyatlan és eszetlen tiltás az, amelyik létrehozza ezt a robbanást, és sokkal magasabb kockázatú szerek jelennek meg. Ennek a kockázatnak az egyik része az ismeretlenség, nem tudjuk az adagolást, nem tudjuk az összetételét, nincsenek a szerrel kapcsolatos prekoncepciók vagy elvárások. Ugye, amikor valaki mondjuk füvet szív először, akkor nevet. Később aztán nem fog nevetni, megtanulja a hatást. Többiek elmondják neki. Van egy ilyen szocializációs folyamat. Ugye ezeknek a szereknek az esetében nincsen ilyen, ezért nagyon sok esetben pánik, pararohamok érik az embert, amelyik azért sok esetben traumatizálhatja az egyént, tehát egy ilyen típusú probléma is van. Az, hogy ezen kívül milyen egészségügyi ártamai vannak, magára az egyénre, mint organikus szövetre mondhatjuk, ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen információnk, előfordulhat, hogy teljesen veszélytelen, és előfordulhat, hogy rákkeltő. Ezt nem tudjuk, ebben igazából csak találgatások vannak. Milyen típusú szerek, mik a legelterjedtebbek? Ma Magyarországon két nagy szercsoport határozható meg. Az egyik a szintetikus kannabinoidok, ezeket herbál néven, biofű néven, műfű néven emlegetik. Tulajdonképpen a kenderpiac, vagy marihuánapiac keresleti jellegzetességeire adott reakció, tehát azt jelenti, hogy olcsóbb, könnyebben hozzáférhető, a legalitás álcájába burkolózó szerről beszélünk, amelyik egyébként a fűhöz talán kimondhatjuk, hogy szinte semmilyen módon nem kötődik, ám mégis emögött a brand mögött jelenik meg. Érdekes, hogy ez a fajta homlokzati brand ugyanúgy megjelenik az új stimulánsok esetében is, ahol elsősorban katinon származékokról beszélünk, és ez a katinon származék szercsoport a Speed brand mögött jelenik meg, kiszorítva az addig jelenlévő és amúgy is nehezen hozzáférhető és alacsony hatóanyag tartalmú amfetamin. Most jelenleg Magyarországon ez a két szercsoport az, amelyik meghatározza a kábítószer használatot. Természetesen vannak azért más trendek, ezek közül elsősorban az nagyjából 2-3 éve folyamatosan növekvő extazi piacról beszélhetünk, amelyben adott esetben a 100-200 mg MDMA tartalmú tabletták ismét megjelennek, ezek azért elsősorban nyugat-európai piacról szivárodnak át, és hát érdekes módon a felhasználó beszámolók alapján azt mondhatjuk, hogy az ország nyugati szélén még a magas MDMA tartalmú Hello Kitty-s, Teslás, Heineken-es, Warner Brothers-es ekik jelennek meg, majd Budapesten, illetve az ország keleti részében ezeknek a silány hamisítványai, tehát tulajdonképpen egy eddig nem látott jelenséggel is dolgunk van, ez pedig az, hogy meghamisítják az extázis tablettákat. Mennyire elterjedt ezeknek a szereknek a használata vidéken és a fiatalok között? Az eleve nagyon sok társadalmi szempont mentén is meglévő Budapest vidék tengely a kábítószerek esetében még jobban kirajzolódik. Minél távolabb megyünk a nagyvárosoktól, annál inkább találkozunk egyértelmű szintetikus kannabinoid használattal és kristályhasználattal, minél inkább városias, urbanizált életforma csoportokról beszélünk, annál inkább találkozunk a klasszikus kábítószerekkel. Ugye a klasszikus kábítószerekkel ellentétben az új pszichoaktív szerek jelentős része igazából nem az elvárt hatással működik. Talán a mefedron volt ebből kivétel, amelyik igazából felszívódott, vagy legalábbis túl mondjuk a melegek szubkultúráin nem igazán bukkan föl, vagy nem jellemző, ami rendkívül érdekes egyébként, hogy vajon miért tudott eltűnni egy egyébként bizonyos szempontból a kokainnak a határát súroló szer. A vidéki szerhasználat legfontosabb jellemzője a rejtettség, fogalmunk sincs, hogy mennyien használnak és mit. A másik nagyon fontos jellemzője az az, hogy nincsen semmilyen kultúraépítő, semmilyen kultúraformáló funkciója. Ugye a szereknek van kultúraformáló funkciója, gondoljunk, hogy az MDMA és a partikultúra kapcsolatára, gondoljunk az LSD és még az ifjúsági szubkultúrák egymásra hatására. A szintetikus kanabinoid esetében nincsen semmi ilyen. Azt is mondhatnám picit talán képzavarra, hogy olyan, mint a diszkó, nem szól semmiről és nem vezet sehová. Maga az élmény megélése egy valóságtávolítás, egy időleges identitásvesztés, amely azon emberek számára, akik mély nyomorban élnek, elzárva a kultúrától, elzárva az élményektől, elzárva az előrejutásnak az esélyétől, adekvát választ lehet, nagy valószínűséggel, hogyha én egy 3 generációs munkanélküli borsodi roma családban születtem volna, akkor nagy valószínűséggel én szintetikus kanabinoid használó lennék, hiszen talán ez az egyetlen olyan elérhető élmény, amelyik rendelkezésemre áll, és ez egy nagyon nagy probléma. Ugye ezáltal is láthatjuk az összefüggést a mély nyomor és a robbanásszerű designerszerek terjedése között. Van valamilyen speciális, szükség van-e valamilyen speciális beavatkozásra ezzel kapcsolatban, vagy van-e ötlet, hogy hogyan lehetne ezt kezelni, és illetve van-e jelenleg a kormány részéről bármilyen beavatkozás ezen a területen? Hát, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor a magyar kormányzat magára hagyta a társadalmat a designer-drog robbanásnak, talán pont a küszöbén. Pont akkor, amikor minden erőnket latba kellett volna vetni annak érdekében, hogy fékezzük a designerszerek robbanását, a kormányzat ezekben a hónapokban szünteti meg a támogatások jelentős részét, illetve találja meg a politikai kommunikáció egyes számú áldozatának a kábítószerfüggőket. Ez egy rendkívül pontos mértani kommunikációnak az eredménye, amelyben megmérik, hogy kik a legkirekesztettebb, legelutasítottabb társadalmi csoportok, ezek a kábítószerhasználók, oké, akkor velük kezdjük. Ennek a következtében megszűnnek az iskolai drogmegelőző programok, tulajdonképpen megszűnnek a kutatások, és hát a kábítószer probléma Magyarországon a 80-as évek végéhez hasonlóan egy láthatatlan, ismeretlen és rejtett problémaként áll előttünk. Az fontos tudni, hogy ha a kábítószer probléma rejtett, akkor annak általában nagyon tragikus következményei vannak, hiszen az emberek nem jutnak el az intézményrendszerbe, nem jutnak bele a kezelőhelyekbe, még további hatalomfosztásnak vannak kitéve, nem tudnak részt venni az ő magukról folyó diskurzusban, tehát igazából elengedjük, kirekesztjük őket. Jelenleg ez az állapot, ez most egy ilyen statikus pillanatfelvétele a magyar társadalomnak. Az, hogy milyen beavatkozások kellenének, hát elsősorban kutatások lenne szükség, hogy lássuk a probléma kiterjedtségét, súlyát és mintázatait, ezt követően rapid intervenciós beavatkozásokkal nagyon gyorsan tájékoztatni kell, információkat gyűjteni, ezt követően jöhetnek azok a szocializációs programok, amelyek segítik a fiatalokat a kommunikáció fejlesztésében, a kapcsolatfelvételben, a társadalmi részvételben, a közösségek felépítésében. Ehhez szükség van a háziorvosi hálózatra, a gyermekvédelmi hálózatra, az önkormányzatokra, tulajdonképpen egy olyan össztársadalmi együttműködésre lenne szükség, amelynek mondjuk a pozitív működése esetén is legalább egy évtized, mire ezt a problémát megoldjuk. Ezzel szemben jelenleg a probléma eltitkolása zajlik, és hát eltekintve egy-két üdítő kivételtől tulajdonképpen mi hallgatás közepette hagyjuk, hogy egy generáció tűnjön el a szintetikus kanabinoid használatban, és hát mondjuk ki az ehhez szorosan kötődő prostitúcióban, gyermekprostitúcióban, hiszen ehhez pénzre van szükség, és a mély szegénységben élő közösségek esetében sajnos a prostitúció ezeknek a szereknek a használatával gyönyörűen párhuzamban lehet látni, hogy hogyan kerülnek ki a lányok az utcára, hogyan szerzik meg ők a pénzt ehhez. Ugye a kábítószer piachoz pénzre van szükség, és ennek a pénznek egy jelentős része sajnos kötődik a prostitúcióhoz, és ez a fajta prostitúció lehet egyébként eseti, tehát valaki mondjuk a szer érdekében, a saját szer megszerzések érdekében kerül mondjuk erre a pályára, de sok esetben az is előfordul, hogy ő nincsen közvetlenül kapcsolatban kábítószerrel, hanem azok az elkövetői körök, akik kábítószer bűnözésből élnek, ők egyébként mellette prostitúcióval is foglalkoznak. Ugye amennyiben a gyermekvédelmi rendszer hiányos, hézagos, nem jól működik, szociációs ágensek nem egészen látják tisztán a helyzetet, ez a két folyamat együtt ez tragikus következménnyel tud járni sajnos. Tudunk eleget ezekről a szerekről ahhoz, hogy kellően tudjunk róluk beszélni, vagy informálni embereket, és nem az történik-e, mint ami minden új szer esetében, ami megjelenik, hogy egy ilyen morális pánikot keltünk, hogy na most bejött a legszörnyűbb, ez már minden, ehhez képest minden jobb volt, most már sokkal rosszabb, és akkor elkezdünk felfújunk valamit, ami lehet, hogy nem is annyira rossz. Hát az újonnan felbukkanó kábítószerek, vagy pszichoaktív szerek esetében talán azt mondhatjuk, hogy szinte a természetéből adódóan pánikot keltenek. Hiszen felbukkan valami, amiből nem tudunk nagyjából semmit, mindig van egy ilyen felhördülés. Ez a felhördülés ez lehet egyébként pozitív felhördülés, mint például a mefedron esetében. Itt van valami, ami olyan, mint a kokain, legális és neten lehet rendelni. Hát csodál, hogy nagyot robban. És lehet olyan is, amelyik mondjuk az MDPV esetében volt, hogy úristen, itt a legizmosabb szer a világon. Aztán kiderült róla, hogy igen, amelyikben mondjuk 1 grammot használok belőle, de hogyha mondjuk a gyufafej harmadát használtam volna, akkor talán kevésbé veszélyesebb, mint az amfetamin. Tehát abban az esetben, hogyha nincsenek információk, nincsen visszacsatolás, nem tudjuk, hogy milyen szerek vannak az utcán, ebben az esetben azt gondolom, hogy a reakció az általában borítékolható egy bizonyos időn túl, hiszen a dozírozásnak az ismeretlensége az kelthet problémákat, és azt ezeket a problémákat jelöljük meg. Az fontos, hogy mindig a józan ész és a realitás kell, hogy a vonalvezetőnk legyen, de egy olyan helyzetben, ahol nincsenek információink, nem tudunk információkat szerezni, ott azért ezek nagyon hamar lábra kapnak. Jelenleg a designer szerekkel kapcsolatban megmerem kockáztatni, hogy nulla információval rendelkezünk egyes szerekről. Tehát az például ma egy használónak senki sem tudja megmondani, hogy az alfa pvp mennyire veszélyes. Nem tudjuk. Abból a szempontból veszélyes, hogy nem tudjuk, hogy mi ez. De hogy egyébként amúgy speedként használt alfa pvp-től valaki függő lesz-e, nem lesz függő, alkalmi használó, ugye klasszikus példa a heroin függés és a vietnámi háború esete, akkor azt gondoltuk, hogy az összes heroin függő vietnámi katona majd elönti junkiként az Egyesült Államokat, ezzel szemben a jelentős részük levette a katonaruhát és többet nem használt heroint. Tehát az, hogy milyen módon konstruálunk drogképeket, hogyan állunk ehhez hozzá, talán az a legjobb indikátor annak, hogy hogyan is gondolkodunk a szerekről és a szerhasználókról. Ugye Új-Zélandon egy olyan szabályozással próbálkoztak, hogy gyakorlatilag teret adnak a legalizációjának ezeknek a szereknek abban az esetben, hogyha azok a cégek, akik ezt piacra akarják dobni, azok a gyógyszerekhez hasonlóan kutatásokat végeznek ezeknek a szereknek a kockázatairól, és hogyha képesek valamennyire bebizonyítani azt, hogy ezek nem jelentenek nagy kockázatot, akkor legálisan piacra dobhatóak. Ez a törvény ez meg is született, csak utána ezt gyakorlatilag az állatvédő lobby fúrta meg azzal, hogy betiltották, hogy ezeket a szereket állatokon lehessen tesztelni, máshogy nem lehet ezeket tesztelni, tehát ez egy kicsit így megállt ez a törvénykezés. De mit gondolsz erről, hogy lehetne ennek ez egyfajta értelmes, vagy legalábbis megoldása, vagy normális keretek közé szorítása, hogyha megpróbálnánk ezek a szerek közül megtalálni azokat, amik a legkevésbé kockázatosak, és utána ezek legálisan hozzáférhetővé válhatnának? El tudom képzelni, csak nem értem, hogy minek. Tehát, hogyha vannak szerek, amiről tudjuk, hogy alacsony kockázatúak, mint az MDMA, akkor mi a jó Istennek kezdünk el keresni valamilyen szert, amelyik kevésbé kockázatos, tehát hogy hova? Hogyha tudjuk, hogy a marihuána egyébként nem a magas kockázatú szerek közé tartozik, akkor mi a jó Istennek babrálunk szintetikus kanabinoidokkal. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a drogokhoz fűződő viszonyunkat kell inkább nagyon pontosan újra gondolni, és megnézni azt, hogy egyébként az emberi vágyakon vajon lehet-e rendészeti eszközökkel uralkodni? Nem lehet. Hogyan tudjuk akkor egy fogyasztói típusú világban azt elírni, hogy az emberek az örömforrásaikkal úgy bánjanak, hogy az mind maguk, mind a közösség számára építő jellegű. Lesznek bizonyos szerek, amelyekkel nem tudunk majd együtt élni. Ezek a szerek elsősorban civilizációs szerek, amiket azért hoztunk létre, hogy minél többet adjunk el belőle. Ilyen például a cigaretta. A cigarettával nem tudunk együtt élni, míg a dohánnyal valószínűleg tudnánk. De mivel a dohányt felvágtuk apróra és bedobozoltuk 19-20-asával és kitettük a boltok polcára, ezáltal a fogyasztást generáltunk. Megmerem kockáztatni, hogy mama kokával együtt tudunk élni. Talán még azt is megmerem kockáztatni, hogy a kokainnal is együtt tudunk élni. A crackkel sajnos már nem fog menni. Ugyanígy együtt tudunk élni mondjuk az ópiát származékokkal, de nem vagyok benne biztos, hogy a heroinnal is együtt tudunk élni, és abban sem vagyok biztos, hogy szükség van injekciós szerhasználatra. Attól, hogy vannak ezek a jelenségek, és ezekkel foglalkoznunk kell, de látnunk kell, hogy bizonyos szerek az emberi psziché számára rendkívül nagy erővel bírnak, és hogyha vannak ezek közül alsóbb kockázatúak, akkor inkább tereljük afelé a fogyasztást. Hogyan alakult a Kékpontnak a munkája azóta, hogy ugye a 8. kerületben bezárt a tűcseréje, ami azért a Kékpontnak a munkájának egy jelentős részét képezte. Mivel foglalkoztok azóta? Hát nagyon régen nem ejtettük ki a szánkon Józsefvárosnak a nevét, nem beszéltünk erről. Egy bizonyos ponton világossá vált, hogy a Kékpont ellen intézett támadás, az nem a Kékpont ellen intézett támadás, hanem általában véve a kábítószer használók ellen intézett támadás, amelynek a következményei nem kerületi, hanem országos szinten voltak érvényesek. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk meg tudta volna nevezni valaki K. Máté, józsefvárosi polgármesternek az ellenfelét a választásokon, akkor azt találtuk volna, hogy nem, hogy győzni tudott volna. Jó mutatja, hogy ez nem kerületi ügy volt, hanem országos kommunikációs trendbe illeszkedett. Az, hogy a Kékpont Alapítvány a 4 nagy pillére közül az egyiket, a józsefvárosi tűcserét bezárta, ez egy nagyon fontos stratégiai döntés volt. Ennek egyik oldalról megvoltak a szakmai szempontjai, amelyek mentén azt gondolom, hogy hamarabb kellett volna bezárnunk. Jóval hamarabb be kellett volna zárni, mert egy ilyen kiterjedt injekciós kábítószer használói populációban korlátozottan adni injektorokat nem szakmai megoldás. Nem lehet. Mert abban az esetben nem fékezem. Nem áll az a cél, hogy fékezem a vírus útját, mert nem valósul meg. Mert egyszerűen 2 kézzel kellett volna szúrni az injektort ahhoz, hogy fékezzük, és a végén ez a fajta tűkorlát, ez igazából nem tette hatékonnyá a programot, nem sikerült integrálni Józsefvárosnak a kerületébe. Az, hogy be kellett zárnunk, az a Kékpont szempontjából egy tragédia, egy nagyon nagy törés, mi szakemberek vagyunk. Ellátatlanul hagyni 3000 főt egyébként az egy nagyon, nagyon nehéz döntés, de ha ezt a döntést nem hoztuk volna meg, akkor már nem lenne Kékpont. Akkor, amikor a havi rendszerességű Kékpont stábunkon a 3 órát Józsefvárossal foglalkozunk, és a józsefvárosi kommunikációs hadjárattal, akkor minden programunk sorvad. A Kékpont 20 éve létezik, több mint 20 éve, nem tehetjük meg azt, hogy feláldozzuk a Kocsis Máté kommunikációs projektjének, a Kékpontnak a munkásságát. A Kékpont józsefvárosi programjainak a megszüntetése azzal is járt, hogy egyébként ez a probléma közegészségügyiből emberjogi problémává nőtt fel. Az, hogy egy önkormányzat, amelyik Magyarország legkiterjedtebb félignyílt injekciós szerhasználati terével rendelkezik, és nem üzemelte drogambulanciát, ez egy nagyon gonosz dolog. Tehát ez nem történhetne meg. Az, hogy kizárok szenvedélybeteg embereket szolgáltatásból, ez nem egy európai dolog. Európában nem lehet ezt megtenni. Nem zárhatok ki embereket azért, mert szenvedélybetegek szolgáltatásokból. Csupán azért, hogy egyébként politikai tőkét kovácsoljak. Amit a Kékpont munkájából látni lehetett ezután, az egy ilyen felépülési szemlélet, ami a naív szemlélőnek úgy tűnhet, hogy mintha ideológiájában is váltott volna a Kékpont, és az ártalomcsökkentés zászlós hajójából átállt volna kvázi egy ilyen abstinencia-orientált megközelítésre, és ugye azt lehet tudni, hogy világszerte sajnos van egy ilyen kreált konfliktus az ártalomcsökkentés és az abstinencia-orientált megközelítés között, ami ugye azt jelenti, hogy az ártalomcsökkentés az aktív használóknak segít, elfogadja őket, ahogyan használnak, és egyébként törekszik arra, hogy le tudjanak állni, és tehát ugyanúgy jelen van az abstinencia az ártalomcsökkentésben is, mint cél. Ugyanakkor van egy kvázi másik oldal, akik meg azt mondják, hogy már pedig csak az abstinencia az egyedüli jó megoldás, és az ártalomcsökkentés ebben kvázi árt, hogy fenntartja a drogozást, és hogy van egy ilyen mű konfliktus, amit látunk, és hogy ebben az ilyen kvázi harcban, hogyha a Kékpont az ártalomcsökkentésről már nem beszél, és utána egyszer csak elkezd beszélni a felépülésről, amit sokan ugyanezzel az abstinencia-orientált megközelítéssel azonosítanak, akkor ebből lehetne azt gondolni, hogy akkor itt is valamilyen szemléletváltás történt. Hát lehetne ezt gondolni, de korán sincs ez, sőt, ellenkezőleg. A felépülési szemlélet, vagy a felépülési központú modell megjelenése, vagy idegen szóval a recovery felbukkanása, az tulajdonképpen egy olyan folyamat következmény, amelyik tőlünk független. Az, hogy a felépülési szemlélet akár Új-Zélandról, akár Nyugat-Európából, Egyesült Államokból kezd megjelenni a magyar szintereken, ennek azért előfutára inkább az Ébredések Alapítvány és a Közösségi Pszichiátriai Ellátás. A magyarországi sajátossága az éppen kibontakozó felépülésnek az talán az lesz, hogy a kábítószer használattal kapcsolatos szintereken is felbukkan. Ugye ebben az esetben azért van egy nagyon erős, által nagyon helyesen látott abszinencia-centrikus törekvés, ami azért inkább az anonim csoportokhoz kötődik. De a felépülési szemlélet az inkább egy olyan hullám, amiben a népies vonalak szerepelnek, ami azt jelenti, hogy nagyon kerüli az intézményi struktúrákat, próbál nem tudományos eszközökkel operálni, és az egyént egy olyan felépülési közösségben látni, amelyben adott esetben ő az összes tünetében együtt funkcionál. Tehát nemhogy abszinencia-centrikus törekvés, ellenkezőleg az egyéni célok kollektív szintűvé formálása, amelynek során a felépülésre, vagy a felépülés útjára lépő egyén úgy dönt, hogy ő mostantól a saját életének a menedzsere lesz. És ez a felépülési központ ágazati együttműködések révén olyan szintereket biztosít, ahol ő funkcionálni tud, de a saját céljaival dolgozik, a saját életének a menedzsere. Az, hogy ezt milyen módon tudjuk kommunikálni, milyen módon tudjuk integrálni a saját működésünkbe, ez egy nagyon nehéz feladat. Egyrészt azért, mert nem lehet kisajátítani a felépülési szemléletet, másrészt azért, mert tökre alulról kell jönnie, tehát a Kékpont Alapítvány nem tud felépülési mozgalmat generálni, felépülési mozgalmat a felépülők tudnak generálni. Az, hogy hol húzzuk meg a felépülésnek a határát, hogy én, aki mondjuk napokban volt 12 éve, hogy nem dohányzok, vajon felépülőként tudok-e fellépni, elmosva ezáltal a határt, aközött, aki mondjuk a 12 év heroinból gyalogol a felépülés útján, és az ő vesztessége vajon, hogy akkor én is felépülő vagyok a magam kis dohányzású leszokásával, és nem kisebbítem-e az ő érdemeit, ez maga a diskurzus, melynek során létrejön. Mondok egy másik példát, talán még érthetőbb lesz, a Tilos Rádió közössége. 200-nál több ember működik együtt, úgyhogy egy-egy embernek egyébként megmerem kockáztatni, hogy amúgy van olyan mentális problémája, vagy van annyira furcsa, hogy mások mondjuk már pszichiátriai ellátást kiáltanának, de nálunk sztárrá válik, mert funkcionál. Minden tünetével, minden működésével együtt. És ez maga a felépülési szemlélet. Az, hogy mindenki játszik. De nagyon fontos, hogy mindenki, aki a felépülés útjára lép, úgy döntött, hogy produktív ember akar lenni, részt akar venni a közösség életében, alkotni szeretne. Ha valaki a felépülés útjára lép, az az, hogy ő abszinencia-centrikus felépülés választ magának, vagy pedig nem abszinencia-centrikusat, és egyébként szeretne drogozással felépülni, az az ő döntése. Az ártalomcsökkentés ebből a szempontból nézve tulajdonképpen talaját veszíti. Tehát nincs ilyen célzott jelentősége ennek. Az ártalomcsökkentés rendkívül fontos része mai napig a Kékpontnak, például a nem abszinencia-centrikus Recovery Agency projektünkben, mert a felépülési közösségként a legkevésbé abszinencia-centrikus felépülők vannak jelen, még van mondjuk olyan projektünk, amelyben meg inkább azok vannak jelen jobban, akik mondjuk az anonim csoportok felül érkeznek. Ezeknek meg kell tudni férni egymás mellett. Az ártalomcsökkentés háttérbe szorulása a Kékpont esetében csupán amiatt van, mert egy ártalomcsökkentő, alacsony küszöbű programunkat bezártuk. Ami azt is jelenti, hogy az éppen abban az életszakaszukban lévő emberek, akik kábítószereket használnak, ők kevésbé kapnak olyan szolgáltatást nálunk, amire vágynak. Ha egy injekciós szerhasználó éppen abban a szakaszában van, hogy injekciósan akar szert használni, akkor leginkább az ehhez szükséges eszközöket szeretné beszerezni, amelyek nálunk nincsenek. Hozzánk azok jöjjenek el, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének változtatni, szeretnének felépülni, foglalkozni magukkal. A felépülési szemlélet lebontja a falat a kliens, a szakember és az ügyelő között, és azt mondja, hogy te fontos ember vagy, lépj a felépülés útjára. Nincsen gondozási terv, mert nincsen többé gond. Nem azt nézzük, hogyha valaki 3-szor volt rehabon, hogy 3 kudarca van, ellenkezőleg az 3 nagyon fontos tanulság. Nem azt nézzük, hogy milyen nincs valakinek, hogy milyen van. Mindenkinek van valamilyen felépülési tőkéje. Ezt a felépülési tőkét megmérjük, és nem azt mondjuk, hogy hát neked mondjuk a bodrogi doktornő kéne, hanem azt mondjuk, hogy nézd, ezek a szakembereink, ezek a csoportjaink, hogyan tudnál leginkább funkcionálni. Persze, mint most elmondtam, ez még nincs. Ez egy folyamat, ezen dolgozunk, de ha őszinték akarunk lenni, akkor azt is be kell vallani, hogy a szakmai elitizmusunk egyébként a legnagyobb gátja a felépülési szemléletnek. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen vagyunk képesek a kliens és a terapeuta, a kliens és a szakember közötti határokat elmosni, már pedig el kell mosnunk ezeket a határokat, közösen kell használnunk a színtereket, közösségi tereket kell létrehoznunk, és be kell engednünk a szolgáltatásainkba a felépülőket, be kell engednünk a döntéshozatalba, a menedzsment legmagasabb szintjéig kell mindenkit bevonni. Enélkül nem fog menni. A felépülés központi mintázata bizonyos szempontból ez a narratíva. Hogyan sikerült nekem? Én elmondom neked, hogy hogyan szoktam le a cigarettáról, és te jobban fogsz figyelni, mint hogyha azt mondom, hogy a polónium-214 mennyire veszélyes a szervezetedre, és hogy gondolkodtál-e már, ezt nem. Meg fogom hallgatni, és azt mondom, hogy merítek az ő erejéből. Hát de ez tök népies. Ez kerüli a szakembereket, ezért nagyon nehéz kutatni például a felépülést tudományos eszközökkel, mert tökre kerüli a tudományos eszközöket. Nem ezzel operál. A saját életével segíti az ember a másikat. Tehát a felépülési szemlélet az nem minden esetben helyezhető el a drogpolitikai tengely mentén, ártalomcsökkentési rehabilitáció. Ezek a hármasok egy picit talán megroppannak ezen. Az, hogy egyébként a felépülési szemlélet fog-e intézményesülni, remélem nem, mert egyben a halálát is jelenti ennek az egésznek. Mennyire különbözik ez a hagyományos, mondjuk integrációs hozzáállástól, amelyik azt mondja, hogy olyan szolgáltatásokat kell nyújtani az embereknek, amilyen problémájuk van. Akinek nincsen problémája, azt alapvetően békén kell hagyni, és mondjuk információt kell neki adni, hogy ha ő úgy akar drogot használni, akkor a lehető legkevesebb kárral tudja tenni, és egyébként mondjuk előnye származik belőle. Akinek problémája van, annak próbáljuk megelőzni a problémáit, és hogyha benne van egy olyan helyzetben, hogy mondjuk intravénásan használ rendszeresen, akkor legyenek steril eszközei, hogy ne fertőződjön meg, hogy ne adagolja túl magát, esetleg akkor csinálunk belövőszobákat, tehát azokra az igényekre formáljuk a szolgáltatásainkat, egyébként megpróbáljuk a szociális helyzetüket javítani ezeknek az embereknek, hiszen az a kulcsa annak, hogy ebből ki tudjanak kerülni, vagy az az egyik kulcsa, és ehhez próbálunk nekik segítséget nyújtani az adott közösségben, különböző módokon, akár pírek segítségével. Egyébként meg mondjuk nyújtunk pszichiátriai, pszichológiai segítséget, rehabilitációt, tehát igényre szabottan próbálunk segíteni az embereknek. Mennyiben más ez? Tehát, hogy eddig is azt gondolom, hogy a Kékpont is, meg az összes drog témával foglalkozó szervezet ezzel foglalkozott, hogy az emberek élethelyzetén javítson. És hogy most egy kicsit úgy tűnik, hogy eddig is ezzel foglalkozott, de most meg mintha csak ezzel foglalkozna, és egyébként az az életmentő munka, vagy egészségvédő munka, az most nem lenne. Szerintem amiben különbözik, az a közösségben lét. Tehát a felépülési szemléletek egy nagyon-nagyon fontos magja az, hogy közösségben van az egyén, és közösségben funkcionál. És hogy akár mondom, megtartva a tüneteket. Tehát az is elképzelhető, hogy valaki nem fog változtatni a droghasználati szokásain, de mégis felépülőként funkcionál egy közösségben. Ez egy nagyon nagy fordulat. Az, hogy mennyire látványos a Kékpontnak az ártalomcsökkentő munkája, aztán attól is függ, hogy van-e ilyen szolgáltatásunk. Tehát, hogyha ha nem működtetünk tűcsét, akkor ezek a típusú szolgáltatásaink ezek nincsenek jelen, és talán kevésbé látványosak. A felépülési szemlélet valóban nagyon nehezen mozdul el a konzultációs ellátástól. Amiben mondom újdonságot hoz, az a határok elmosása, és az, hogy a felépülő részt vesz konkrétan munkával az adott intézménynek az életében. Ha kell, akkor az igazgatói szintig.